Ünnepelni gyűlt össze a hétvégén Kibéd apraja és nagyja, ugyanis falunapokat ültek augusztus 24-én és 25-én. A helyi önkormányzat vezetősége úgy véli, fontos, hogy megszervezzék ezt a közösségformáló, összetartó és alakító eseményt, amelyre nem csak az otthon élőket, hanem a faluból elszármazottakat, környékbelieket, vendégeket is vártak. Az idei év már a 25-dik, hogy ünnepelni gyűlnek össze. Sok változáson ment keresztül, ugyanis amikor az első falunapot vagy falutalálkozót rendeztük ezelőtt 25 évvel, akkor még Kibéd nem volt önálló. Tehát Magfalva községhez tartozott. Azután 2003-ban önállósodott Kibéd, és akkor teljesen átformálódott, átváltozott a falunapi rendezvény menete, és attól errefele csak mindig javult, tehát próbáltunk javítani rajta, úgy megszervezni, hogy az tényleg a közösségnek, az itt élőknek, sőt az ide látogatóknak a kedvére találjon mindenki, ami a falunapokkor eljön, hogy olyan műsort, olyan szórakozási lehetőséget találjon, ami éppen őtöt illeti. A két nap során változatos tevékenységek közül válogathattak a résztvevők. Vasárnap sport, szórakoztató és kézműves tevékenységek voltak, szombaton pedig a kulturális eseményeké volt a főszerep, amelyek szervezésében egy nagy csapat közös erőfeszítése, odaadása és profizmusa mutatkozott meg. A Kibédi Mátyus István általános iskola gyerekcsoportjai lépnek fel, valamint a szovátai sírülők, vagy a tücsökraj zenekar, valamint a szovátai nóta énekesek, úgymond a összeálló csapat. Tehát egyértelműen a mai nap az csak a népi, a kulturális műsorról, a hagyomány őrzésről szól, és befejezésképpen egy egészen új fiatal együttes majd fog fellépni, ami zárja a ma estét, utána meg táncáz. A holnapi nap az teljesen úgy kezdődik, hogy ugye gyerekjátékoktól, sportrendezvényekig ilyen különböző vetélkedők lesznek, és akkor úgy este 7 óra magasságában kezdődnek el a koncertek, amíg éjfélig tart. Több fellépő, a Szinti, a Korax, a Udvarhelyi, a Friday Rehab együttes, valamint a Kis Bed együttes, tehát elég sok fellépő lesz, úgyhogy mindenki gondolom meg fogja találni azt a műsort, amit éppen az ő kedvéhez, vagy az őt azt szeretne megnézni, vagy meghallgatni. A falunapok nagyon sokakat megmozgattak, úgy a kulturális eseményeken, mint a sport és szórakoztató programpontokon sokan voltak, a koncerteken is tombolt a tömeg. A rendezvény azért is volt különleges, mert a két nap alatt azt is megünnepelték, hogy az idei évben Kibéd 525 éves.